Sziasztok srácok, én Dávid vagyok, és most egy gyémánt fej szerepjáték szettet fogok tesztelni. A csomagolás hátulján látszik, hogy én most ugye a gyémánt fej szerepjátékszettet fogom tesztelni, de van ennek egy párja, méghozzá a tűzlovag, úgyhogy nyilván azzal együtt párban érdemes kipróbálni a kettőt. Nem olyan könnyű ezt kiszabadítani, ezt már megállapítottam, mert itt van egy műanyag, amit le kell vágni, és ilyen hihetetlen tortúra ez az egész. A műanyagot meg nem olyan könnyű eltávolítani. Ázaz! Na, akkor most van egy gyémánt, hát ebben aztán nagyon nem lehet kilátni. De nem baj, vállalom. Tehát nem a legpraktikusabb csomagolás, az már egyszer biztos, mert simán meg lehet sérteni a műanyagot egy normális ollóval. Ráadásul pont a csuklóra szorító részénél szintén van egy ilyen műanyag, ahol meg azt a szövetet lehet megsérteni. Na. Sikerült, ráadásul alig látok. Na jó, azért ki lehet látni. Itt van egy a kézre szorításban segítő kis pántrész. Itt akkor ezt ráztanám. Nyilván azért, hogyha a srácok harcolnak vele, akkor ne röpüljön le valakinek a kezéről, azért mert lazán fogja, mert az baleset veszélyes. És akkor most jönnek a gyémánt fejkarmak. Hú, várjál, így. Nyilván minden játékkal agyon lehet gyepálni a másikat, tehát ez nem kérdés, hogy vigyázzatok egymásra, amikor ezzel játszotok, ne szúrjátok ki a másik szemét és ésszel. De ettől eltekintve alapvetően egy tök kreatív megoldás, mert mégsem egy nagy, masszív műanyagot csináltak, ami aztán sokkal veszélyesebb lenne, hanem három, valószínűleg azért ezek könnyebben törnek, hogyha valaki rásik meg egyebek, mármint hogy praktikusabb, hogy nem dövitek át vele egymást, amikor küzdötök. Kicsapódnak, és ha megnyomjuk a gombot, akkor elvileg ők visszazuhanhatnának, de szerintem én elég erősen toltam vissza, úgyhogy ez így nem lesz. És hát persze tetszés szerint lehet alakítani ezeket a karmokat, hogy éppen melyikkel akartok harcolni. Na, gyakran kérdezitek, hogy hol lehet megkapni azokat a játékokat, amiket tesztelek. Mindegyik játék videója alatt megtalálhatjátok a leírásban azt a linket, ahol meg lehet rendelni egy ilyet például. Ha érdekel titeket, hogy ezt a játékot hol lehet beszerezni, akkor a videó alatti leírásban találtok egy linket, és például onnan. Srácok, köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, ez a gyémánt fej szett, ennyi volt mára, találkozunk legközelebb is. Sziasztok! Én... gurul. Tök jó hangot ad ki. Így néz ki oldalról, szemből, a másik oldaláról és hátulról.